Jó estét kívánok a felelős szerkesztő Rosprim Nándor nevében is, Szijjártó Ildikó vagyok. A PTÁV több nagyvárostól eltérően nem érvényesítette áraiban a január 1-én bekövetkezett gázáremelést, mint ahogy várhatóan április 1-től sem növekszik Pécsett a távfűtés díja. Az árak szinten tartása a többi nagyvároshoz képest ugyan kedvezőbb árhelyzetbe hozta a pécsi távfűtéses lakásban élőket, ám a távhőszolgáltatásban emelkedés helyett díjcsökkentést szeretne az önkormányzat. Vajon valóban olcsóbb lehet-e a fűtés Pécsett? Ha igen, akkor mikortól fizethetünk kevesebbet? Persze az is kérdés, hogy mitől függ a díjmérséklés mértéke, illetve hogy ez hogyan valósulhat meg. Köszöntöm nézőinket és vendégeinket, Gazz Zoltánt, a PTÁV Pécs távfűtő Kft. Ügyvezető igazgatóját, és Kovalicki János kereskedelmi igazgató helyettest, akikkel az említett témán kívül arról is beszélgetünk, hogy a lakások, társasházak fűtésének korszerűsítése, az egyéni költségmegosztók felszerelése kinek az érdekét szolgálja, s hogy valóban megtakarítást jelentenek-e a lakosságnak. Persze arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a pécsiek mennyire elégedettek a PTÁV munkájával, a szolgáltatás minőségével. Ez a műsor azért van, hogy közösen kérdezzük meghívott vendégeinket, éppen ezért már most arra biztatom önöket, hogy készítsék elő a telefont, hívjanak minket, küldjenek SMS-t a képernyőn látható nevemmel díjas számra, vagy pedig üljenek a számítógéphez és írjanak e-mailt a címünkre, kérdezzenek, mondják el véleményüket a most következő majd egy órában. Annyit tudunk, többször elmondtuk már, hogy az önkormányzat tárgyal a pécsi erőmű tulajdonosával azzal a céllal, hogy csökkenjen a távhőára. Avassanak be minket kicsit ebbe a szakmai titokba, hogy hogy is megy itt ez a tárgyalás, min múlik, ki mit ajánl? Hát ugye a tárgyalás lényege az, hogy Pécsett az alapállás az, hogy a teljes távhőszolgáltatás energiáját az erőmű termeli meg. Ebből következik, hogy amikor az erőmű értékesíti a PTÁV felé ezt az energiát, akkor nyilván a PTÁV költségeiben ő meghatározó szereplővé válik. Aztán 2000 óta a PTÁV egyik tulajdonosa maga az erőmű, az az erőmű, aki ugye egyben beszállító is. Az önkormányzat pedig a PTÁV többségi tulajdona, tehát a PTÁV két tagúságában ugye a két tulajdonos, az önkormányzat és az erőmű, illetve az erőművel karöltve az erőmű tulajdonosa, a Dálki Energia ZRT, folytatják egymással ezt a tárgyalást úgy, hogy hát bevonják gyakorlatilag a PTÁV-ot is ezekbe a tárgyalásokba, illetve maga az erőmű szakembere, magát az erőművet is szakemberein keresztül. Az egész tárgyalás sorozat tulajdonképpen arról szól, itt a bevezetőben nagyon helyes volt ez a kifejezés, hogy csökkenteni kívánja Pécs városa a távhőárait. Ugye egy csökkentés az történhet úgy, hogy egyszer közül, tehát egy megegyezés alapon kimondják, hogy holnaptól az árak visszaesnek egyik szintről egy alacsonyabb szintre, vagy történhet úgy is, hogy egy olyan tárgyalás sorozat részeként valósul ez meg, ami mondjuk az emelkedéseket küszöböli ki. Tehát szerintem az, ahogy ön említette, hogy várhatóan nem fog emelkedni Pécsett, illetve hogy az erőmű nem érvényesíti felénk a következő gázárváltozás hatását, ugye ez is egy csökkenést jelent, egy reál értéken való csökkenést jelent, és tulajdonképpen, mint megoldás, ez is célra vezető lenne. Tulajdonképpen a tárgyalások ezt hivatottak megoldani. Az önkormányzat, vagy ha úgy tetszik, a polgármester úr elvárása szerint, ő valóban egy dinamikusabb, egy hirtelen nagyobb léptékű árcsökkenést képzelt el a tárgyalások révén, amire aztán ráépülne, hogy a következő időszak változásai. Annyit mindenképpen el kell mondani, hogy ugye Pécsett a távfűtést gázos erőmű készíti, vagy állítja elő. Ez a gázos erőmű tulajdonképpen a PTÁV és az erőmű között élő szerződés szerint 2014-ig jelent egy szimbiózist. Az erőmű új tulajdonosa a Dálki Energia ZRT, aki ugye tavaly nyáron jelent meg Pécsett, vagyis vásárolta meg az erőművet a korábbi tulajdonostól, a korábbi amerikai tulajdonostól. Ő nagyon elhatározott abban, hogy az erőműben fejlesztéseket hajtson végre, keresi azt a megoldást, hogy ezek a fejlesztések milyen bázison történjenek meg, és ennek az útkeresésnek az egyik leglényegesebb eleme az, hogy milyen tüzelőanyagot használjon. Ugye ezért jutott el a dolog odáig, hogy bio tüzelőanyagra gondolnak, de nyilván nem mecseki tüzifára, hanem termesztett bioenergiára, és így az előtárgyalások, előzetes szerződések alapján ez látszik úgy célra vezetőnek, hogy
ha 2010-re egy újabb bioblokk tudna működni Pécset, ami már a gázos erőmű kiváltását szolgálna, részbeni kiváltását szolgálna, akkor a gáz és a biotüzelőanyag árkülönbözete is meg tudna jelenni egy árcsökkentő tényezőként. De ez még olyan távoli dátumnak tűnik, tehát azok a pécsiek, akiknek ugye mindannyiunknak havonta ki kell fizetnünk a fűtésszámlákat, az a 2010-es határidő, ez nem sok vigaszt jelent, mert most is be kell fizetni. Emlékszem, hogy éppen a fűtésszezon kezdetekor beszélgettünk legutóbb talán egy hasonló körben, és akkor arról volt szó, hogy a tárgyalások ugye megkezdődtek, és hát van rá esély, hogy esetleg már januártól 8-10%-kal kevesebbet kell fizetni, ehhez képest azóta nem igen történt sem. Hát ehhez képest az történt, ami ugye bevezetőben volt is, hogy 5% megtörtént. Én úgy gondolom, hogy ez is valami eredmény. Én egyetértek azzal, hogy Pécs, én magam is Pécs lakosságával együtt. Nagyon örülnénk annak, ha ez a tárgyalás sorozat egy olyan eredményhez vezetne, hogy legalább a 2006-os költségszintre tudna visszajutni a pécsi távfűtés. Hát ez az, amit a polgármester úr úgy fogalmazott, hogy körülbelül 20%-nyi árcsökkentésnek kellene létrejönni ahhoz, hogy újra, ugye ez a 2006-os szint, ezt úgy kell érteni, hogy az országba azt a helyünket foglalnánk el, hogy a pécsi költségszint az az országos átlagnál jobb volt. 2007-től van az a problémánk, amit úgy kell fogalmazni, hogy nyilván a távfűtés drága, de a pécsi távfűtés ma sem drágább az ország nagyvárosainak a távfűtésénél, viszont Pécs önmagához képest, amilyen 2006-ig volt, ahhoz képest drágult jelentősen, mégpedig úgy, hogy ezt a drágulást kifejezetten az erőműi hődíj növekedés okozta. Tehát ezért jogos elvárás az, hogy egy ilyen, úgy gondolom, az erőmű felé, ugye benchmark alapon vizsgálva az ország többi erőművét is, illetve a többi vertikumi kapcsolatot, hogy ez az árcsökkenés előjön. Na most egy árcsökkenés akkor tud előjönni, ha a két fél, ugye mindkettő akarja ezt az árcsökkenést, és nem elég az, hogy a polgármester úr ezt igényelje az erőműtől, ha az erőmű ennél gyorsabban, ennél dinamikusan nem tudja végrehajtani ezt az árcsökkenést. Én úgy gondolom, hogyha év végéig azt az eredményt el tudjuk érni, hogy a gázáremelések, ugye a minden negyed évben jelentkező gázáremelések Pécset nem kerülnek érvényesítésre, akkor szinte el tudjuk érni azt a különbséget, tehát vissza tudjuk hozni ezt a durván 20%-os ár előnyünket, ami nyilván a fogyasztónál költség előnyt jelent. És tulajdonképpen a polgármester úr, illetve a város igénye szerint a további tárgyalások már konkrétan a tüzelőanyag csökkentésre épülnének rá. Tehát én egyetértek azzal, hogy ma nem igazán vigasz az, hogy így meg úgy meg amúgy lesz, meg ilyen-olyan elképzeléseink vannak. Biztos, hogy kell, hogy kivárjuk azt a helyzetet, amíg egy termelő erőmű hajlandó ezt az árszintet elfogadni, hajlandó olyan szerződést kötni, hogy az eddigiekhez vagy a mostanihoz képest jelentősebben olcsóbban szállítson. Azt is halljuk, hogy az erőmű úgynevezett kapcsolt hőenergiát ad el a P-távnak, ami tulajdonképpen a mellékterméke a villamos energiatermelésnek, hogyha nagyon egyszerűen próbálok fogalmazni. Ez az is azt jelenteni a laikus számára, hogy jóval olcsóbban kellene adni ezt az energiát. Nem csak a laikus számára, mindenki számára ez törvényszerűen azt jelenti, hogy ahol kapcsolt rendszerek működnek, kogenerációs rendszerek működnek, ott törvényszerű, hogy egy tüzelőanyagból két terméket előállítva, nyilván mindegyik terméknek olcsóbbnak kellene lennie a technológiai gyártás révén, mintha azt önmagában egy tüzelőanyaggal egy termékként állítanák elő. Ugye Pécset a probléma az, hogy a pécsi kapcsolt blokk az egy régi kogenerációs rendszer, ami alapvetően szénbázisra épült, és tulajdonképpen hát úgymond nem történt más az erőműbe, mint hogy a szén tüzelőanyagot ugye a 90-es évek végétől történő világpolitikai, illetve hazai gazdaságpolitikai változások révén gyakorlatilag eltűnt a piacról a szén, mint tüzelőanyag, és itt Pécset az történt, hogy az eddigi, akkori árszinten 4-500 forint per gigajoule körüli szénárat fölváltott egy 2000-valahány százalékos gázár. Ha ez még azt is hozzátesszük, hogy ez az erőmű már nem mondható korszerűnek, nem véletlen, hogy a Dálki az új tulajdonos ezen gondolkodik, hogy milyen korszerűsítést tud végrehajtani. Tehát egy viszonylag gyenge hatásfokú erőmű drága tüzelőanyaggal működtetve hozta ezt a, hát idézőjelbe téve, pécsi eredményt.
Itt egy kérdés a képernyőn, már olvasom is, gyorsan válaszoljunk a nézőnek. Azokban a lakásokban, ahol egyedi mérők vannak, nem jönnek a P-távtól hőmérsékletet mérni. Miért? Ezt válaszolt meg, légy szíves. Nem csak azokban a lakásokban nem megyünk most már hőmérsékletet mérni. Tehát amióta a mérés alapján való elszámolásra áttértünk, azóta nem a lakások hőmérsékletét tartjuk, tehát az a korábbi 20 fokos átlag hőmérsékletet, hanem olyan hőmennyiséget bocsájtunk a lakóközösség rendelkezésre, hogy ő az igényeinek megfelelően tudjon fűteni. Ha a lakóközösség esetleg óhatja azt, hogy ellenőrizzük a lakások hőmérsékletét, akkor természetesen kimegyünk és ellenőrizzük, de ez már mind ezért díjat kell fizetni, külön díjat ezért a szolgáltatásunkért. És ahogy mondtam, nem csak azokban a lakásokban nem mérünk, ahol egyedi, hát szerintem költségmegosztókra gondolt a kérdező, hanem egyetlen egy lakásba sem megyünk így hivatalosan a korábbi, az által egy díjas időszaknak megfelelő rendszerességgel ellenőrizni a szolgáltatás minőségét. Jött egy másik kérdés is SMS-ben, az imént futott el a képernyőn. A P-táv miért támogat a mi pénzünkből különböző rendezvényeket, szervezeteket? Hát ez egy olyan kérdés, hogy joggal feltehető abban a helyzetben, amikor úgymond ilyen drága a távfűtés. Hát én azt tudom a kérdezőnek mondani, hogy a P-táv igencsak mértéktartó a támogatásokat illetően. Tulajdonképpen az égvilágon semmi más nem támogat, mint egy-két önkormányzati rendezvény, mint a Pécsi Napok, vagy a Pécsi Szilveszter, ezt is nagyon-nagyon szerény mértékben, tehát a korábbi évek viszonylatához képest is szerény mértékben, ezen kívül gyakorlatilag megszűnt minden irányú támogatásunk. A kérdező gondolatához talán még az tartozik, hogy ugye ma a P-táv a város legnagyobb közszolgáltató cége, 7,5 milliárd forintos árbevétellel. Ugye egy piacgazdaság az mindenhol úgy működik, hogy a nagy cégeknek elvileg támogatnia illik a városi sport, egyéb dolgokat, hisz így működik a kapitalista világ. Ugye ezzel szemben a P-táv gyakorlatilag nem támogat, pontosan azért nem, mert a P-táv árszintje úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag null szaldón, azaz nyereség nélkül dolgozik, pontosan azért, mert az a tulajdonosi elhatározás, hogy csak a szigorúan vett költségek kerüljenek be az árakba, és azokba ezek nem kerülnek be, hogy támogatási fedezet lenne. Tehát nem tudom, hogy a kérdezőnek milyen információja, vagy honnan származó információja van. Én megnyugtatom őt, hogy a P-táv támogatása olyan szerény mértékű, hogy nem csak ehhez az árbevételhez képest, hanem bármelyik gazdálkodó cég viszonylatához ez gyakorlatilag elenyésző. Tehát ez az összeg nem csökkenteni a táv díjait? Ez gyakorlatilag semmit. Annál is inkább nem csökkenteni velem. Díjképző elem az ilyen támogatási pénz. Tehát a P-távnak vannak egyéb tevékenységei is, amiből árbevételt szerez, és inkább ez szolgál ennek a fedezetéül. És egyáltalán mik a díjképző elemek? Hogyan áll össze az ár? Szoktam látni, hogy ilyen bonyolult képletekkel számolják ki ezt. Viszonylag egyszerű, tehát ezt úgy lehet jól bemutatni, hogy a távfűtés ára, mint bármilyen fűtési mód ára úgy képződik, tehát hogy a távfőára alapdíj és hődíjtételből áll. Az alapdíjak költsége gyakorlatilag a csövek, a hőközpontok, amortizációs költségei, javítási költségei, a cirkáló autóink, tehát amikor vízmérőt cserélünk a lakásokban, vagy bármilyen funkciót ellátunk, azoknak a költségei, olyan eszközköltségek, mint a telemechanikai rendszer, vagy a P-táv épületei, ugye, amiben vagyunk, vagy az igazgató székeny, szoktam mondani, hogy ez is ebbe a kategóriába tartozik, tehát az elhelyezésünkhöz kapcsolódó eszközök. Gyakorlatilag bérek például, ugye, mert hát egyik társaság sem tud bérek nélkül létezni, dolgozni. Azon kívül egy csomó olyan elem, ami az erőmű teljesítmény díjának az egyenes áthárítása az alapdíjakba, különféle bérleti díjak, tehát mind olyan összegek, amik úgymond alapdíjként, azaz lefordítva egy hagyományos fűtésre, a fűtő berendezés áraként jelennek meg. A másik tétel a hődíj, az egészen egyszerűen fogalmazva a tüzelőanyag ára. Tehát amiről az előbb beszéltünk, magának a gáznak az ára, illetve ha majd biomassa lesz, akkor a gáz és a biomassa. Tehát ami a otthoni kályha példájára lefordítva a berakott szén költségét jelenti. Tehát ebből tevődik össze ez a költségszint.
Kicsit még térjünk vissza az árakhoz. Miért van az, hogy a távhő folyamatosan versenyhátrányban van a földgázzal szemben? Hát ez is ugye visszavezet arra a gazdaságpolitikai helyzetre, amiről beszéltünk. Ugye Magyarországon mindig ezt halljuk. A nyugat-európai árakhoz képest még mindig, én nem is szívesen mondok ilyet, mert a magyar bérekhez képest a magyar árak, legyen az gáz, villany, távhő, teljesen mindegy, sajnos nagyon magasak. Ugye ennek az egész kérdéskörnek a legnagyobb problémája pont ez, hogy mihez viszonyítjuk ezeket a költségeket. Ha nekünk is 5-szörös, 10-szörös fizetésünk lenne, akkor nem erről beszélgetnénk, hanem valami másról. Tehát ugye az alaphelyzetünket tulajdonképpen ebben a kérdésben ez határozza meg. Tehát mindig a kérdés vizsgálatánál innen kell elindulnunk. Beszéltünk arról, igazgató úr említette, hogy van egy terv, miszerint új biomassa tüzeléses blokk kialakításával is majd olcsóbbá tehető a távfűtés. Az egyik feltétel ezzel kapcsolatban úgy tudom az, hogy a város, vagy ha úgy tetszik a P-táv, hosszabb távon is vásárlója maradjon az erőműben előállított hőenergiának. Ezek szerint van más út is önök előtt, tehát vehetnénk máshonnan is az áramot? Ugye egy piacgazdasági jellemző az mindig az, hogy egy társaság a nyersanyagait, félkész termékeit szerezze be onnan, ahonnan a legolcsóbban tudja vásárolni. 2000-ben, amikor a P-távot eladták, akkor ugye egy olyan szerződés kötődött a város és az erőmű között, hogy a P-táv kizárólagosan csak az erőműtől vásárol. Ugye ez 2000 után, pár év múlva egy olyan helyzetté változott, hogy tulajdonképpen a P-táv ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe került az erőművel szemben. Ugye ma az lenne a kellemes helyzet, hogyha Pécs környékén több erőmű lenne, vagy magának a P-távnak is lennének erőművei, ezek az erőművek különböző tüzelőanyagokkal dolgoznának, és akkor a P-táv tudna egy olyan kapcsolt rendszert működtetni, hogy mindig azt az erőművét terhelné ki, amihez a legolcsóbb tüzelőanyagot be tudja szerezni. Tehát ma nem itt tartunk, ezért van az, hogy ugye ez a kérdéskör, ami az árak csökkentésére irányul a két tulajdonos között, tulajdonképpen bőven tovább lép, tehát a jelenlegi szindikátusi szerződésének a kérdését is változtatni akarja. Pont azt, hogy az erőműnél az összkapacitásnál kevesebbet kössön le a P-táv, és az erőmű mentse föl a P-távot azon kötöttség alól, hogy csak tőle vásárol, és a város a P-táv el tud indulni egy olyan lépés sorozattal, amivel megteremti a saját maga fűtőműveit, és ugye ezáltal már egy vegyes árképzés alakul ki, és ez is az árak csökkentése felé irányulhat. De ez is egy olyan kérdés, hogy majd, ugye, mert erre én mindig azt tudom mondani, hogy majd, de hadd mondjam, hogy 2000-től 2006-ig ilyen kérdés nem volt. 2007-ben a város vezetése ezt a kérdést nagyon élesen feltette az erőmű felé. Én bízom abban, hogy olyan kölcsönös érdekeken lesz ebben a lakosságra, fogyasztókra nézve előnyös megegyezés, ami az erőmű érdeke is, hisz itt az ön kérdésében benne volt, ugye ez a kapcsolatrendszer 2014-ig tart, illetve úgy mondom, hogy 2014-ig rögzített, ahogy ezt az előbb is említettük, és nyilvánvaló az, hogyha az erőmű fejleszteni fogja az erőművét, ami ugye 10 milliárdos nagyságrendű befektetéseket igényel, akkor ő neki tovább igénye az, hogy garantált vásárlója legyen a P-táv. Tehát az áron kívül és az árral összefüggésben a következő mozzanat az, hogy ennek a vertikumnak most már egy olyan kapcsolatrendszert kell tudni kialkudni egymásból, hogy garantált legyen az, hogy mi vásárolunk az erőműtől, de csak akkor, hogyha ő mindig az adott évnek megfelelő versenyképes áron fogja adni ezt a terméket. Ha nem, akkor pedig legyen lehetősége a P-távnak más irányba mozdulni, akár azt mondani, hogy meghirdett a város egy valamilyen nagyságrendű kapacitású erőművet, és jelentkeznek a harmadik feles beruházók, akik hajlandók Pécs karikájába valahol egy újabb erőművet építeni, és az is beszállítója lesz a városnak. Tehát ez egy annyira szoros kapcsolatrendszer, hogy az erőműnek ugyanúgy benne van az érdekeltsége abban, hogy itt egy elfogadott vevőpartner legyen, tudjon lenni a P-táv, és ne csak egy tulajdonként kezelje a P-távot. Közben jött még egy észrevétel a hőmérséklet kérdéshez. A nézőnk szerint túlfűti a P-táv a lakásokat. Miért nem jönnek ellenőrizni a hőmérsékletet? Valóban vannak olyan épületek, amiknél úgynevezett túlfűtés jelentkezhet, de ez egy érdekes kérdés. Amióta a mérés alapján való elszámolás, a nagy mérés alapján szolgáltatjuk a távhőt, illetve a
Pécs városában jelentős az épületek hőszigetelése, tehát a 31.500 lakásból 18.000 van hőszigetelve. És ott a hőszigeteléssel együtt a fűtési rendszerek korszerűsítése mondjuk nem valósult meg, és nem intézkednek a lakóközösségek, de itt csak egységesen tudnak intézkedni, tehát a képviselőik, jelesen a közös képviselőik útján, hogy csökkentsük az épület fűtöttségét, akkor mi nem tudunk beavatkozni, mert nincs információnk. Ezen kívül az épületen belül is egyes lakások, vagy egyes lakók más és más hőmérsékletet igényelnek. Vannak, akik örülnek annak, hogy 26 fok van a lakásban, vannak, akik szeretik csökkenteni, és meg tudják fizetni, igen. Akkor vannak, akik meg 20 fokot szeretnének. Most, ha nincs korszerűsítve az épület fűtési rendszere, akkor mi az épület hőközpontjába, vagy hőfogadójába központilag tudunk beavatkozni. Ezáltal az következik be, hogy ahol csökkenteni akarnak, mi lecsökkentjük, de egységesen az egész épület vonatkozásába. Viszont ha korszerűsítve van az épületek fűtési rendszere, akkor ez nem jelentkezik, mert mindenki saját maga, akár a lakáson belül az egyes helyiségek között is különböző hőmérsékleteket tud beállítani a lakásába. Tehát az első esetben akkor az a teendő, a ilyet tapasztal. Igen. A lakó, hogy megnézni a szerződést, hogy mire van a szerződés a PÉTÁ-val, és hogyha nem úgy van, akkor szólni kell. A közös képviselő felé jelezze ezt a problémát, mert egyénileg egy-egy lakóra bejelentésére nem tudunk intézkedni, mert nem tudjuk, hogy ez csak az ő igénye, vagy az egész épületnek az igénye. De a közös képviselő ezt akkor felelősen intézkedik az épület érdekében. A másik pedig, hogy ilyen esetekben mi csak, ha nincs korszerűsítve, akkor csak központilag tudunk beavatkozni, és ez okozhatja azt, hogy ott, ahol mondjuk túlfűtés volt, lecsökken 2-3 fokkal a lakás hőmérséklete, de lehet, hogy valahol pedig már olyan értéket fog elérni a lakás fűtöttsége, hogy ott meg fáznak. Akkor ez majd azért fog jelentkezni, hogy fűtsünk jobban. Tehát ez elég nehézkes így. Szabad egy gondolatot hozzátenni? Tehát az új pályázati rendszer, ami ugye most már meghirdetésre került, pont ezért tette feltételül, hogy a továbbiakban a panel hőszigetelése csak akkor kerülhet sor, ha a fűtési rendszer korszerűsítése már megtörtént. Tehát itt az ön kérdésében ez benne volt. Mi kezdetektől fogva arra biztatjuk a fogyasztókat, hogy nem a hőszigetelés az első. Az első a rendszerek korszerűsítése, hogy azok az egyéni igényekhez igazodóan, azokat ahhoz igazodóan tudják működtetni, mert ugye a hőszigeteléssel sokkal jobb helyzetbe kerül az épület, de ha nem történik a lakásban más, mint a korábbi 22 helyett most 26 lesz, akkor ő ugyanakkora költséget fog fizetni. Tehát szüksége van a beavatkozó rendszerre, ha ezt nem előzte meg egy ilyen beavatkozás, akkor a hőszigetelés hatékonysága az elenyésző a lehetőségekhez képest. Ezt az új pályázati rendszer már nagyon helyesen kezeli. Ha a társasház fizeti a megrendelt szolgáltatást, akkor a lépcsőházi fűtést az igénybe vevő miért nem mondhatja le? Mondjam? Lemondhatja, sőt, szerintem le is mondta, ugyanis lépcsőház fűtés, mint olyan nem létezik. Ugye itt a kollégám az előbb azt mondta el, hogy az épületben mi megmérjük az épületbe bevitt hőmennyiséget. Ebbe benne foglaltatik az is, ami a lépcsőházba megy be. Ugye itt a lakóközösség arról tud rendelkezni, hogy például lezáratja, leszerelteti a lépcsőházba a hőleadókat, és ez esetben a lépcsőházat a lakások felől egy minimális hőveszteség fűti csak, ami egy sokkal kisebb, sokkal elfogadhatóbb költség, mint a korábbi fűtött lépcsőház. Általában a társasházak úgy ítélik meg, hogy ezekre ma már nincs szükség. Tehát ilyen kérdés Pécset már régóta nincs, hogy lépcsőházfűtés. Épület mért szolgáltatás van, és hogy az a megmért hőmennyiség hová megy, az a lakóközösség beavatkozásának a eredménye. Tehát ez ügyben is közös képviselőt kell megkeresni. Az előző túlfűtés témához egy kicsit más megközelítés. Hogyan lehet a 10 emeletes házban elérni, sajnos még nincs elzárási lehetőség, mondja a néző, hogy a magasabb szinteken ne legyen 26 fok, ablak nyitva, a számla meg magas. Tehát ezek szerint ez amit a kollégám mondott, hogyha a fűtési rendszer minimum fokon, ugye termosztatikus szelepekkel, és mondjuk egy költségmegosztó rendszerrel van felszerelve, ez esetben a fogyasztó saját maga tudja követni azt, hogy mondjuk az itt említett felső szinten önálló milyen hőmérséklet legyen. Tehát tudatában lesz annak, hogyha 26 fok
alakul ki abba az épületbe fönt, és ez ő neki tetszik, és meg tudja fizetni, minden további nélkül maradhat 26-ba. De ha nem, akkor egyszerűen a termosztatikus szeleppel az egész épületből az ő sajátját egyedileg tudja szabályozni. Tehát vissza tudja terhelni 22-20 fokra, ahogy ő akarja. És ez az apró kis beavatkozás, amilyen 50 ezer forintos nagyságrend lakásonként, ugye úgy, hogy az egész épületben végre kell ezt hajtani, ez már megadja ennek a lehetőségét, hogy ő neki többletkiadásai ne keletkezzenek ezáltal. Tehát nagyon jót cselekszik a lakóközösség, mert ugye megszünteti a panelépület hatalmas hőveszteségét, és úgy érzi, hogy mégis balul üt ki neki, mert ugyanannyit fizet. De azért, mert a belső hőmérséklet megemelkedett. Vagy azért, mert esetleg egy hidegebb tél volt. Tehát ugye ezt mindig tudatába kell lenni annak, hogy ezek a szabályozási rendszerek, ezek a valóságnak, a fizikának megfelelően működnek, hogy ami történik az időjárással, vagy amilyen belső hőmérsékletet ő igényel, annak függvényében változnak a költségei. Ugye itt a tévé beszélgetések során is sokszor mondtuk, hogy egy Celsius fok változás. Mindegy, hogy az kint van, hogy hidegebb a tél, vagy bent van, hogy melegebbet tartok, az 5-6%-os költségtöbletet tud okozni. Tehát ha az előbbi példából visszamegyünk, akkor a 3 fok esetében ő 18%-ot tud spórolni. Egyébként minden társasházban műszakilag megoldható, hogy megvalósuljon ez a korszerűsítés? És természetesen. Én hallottam olyan társasházat, ahol szerették volna, és azt mondták, vagy úgy tudták, hogy nem lehet megcsinálni, mert műszakilag a hőközpont nem alkalmas. Olyan, nem, ilyen nincs. Tehát mindenhol meg lehet ezt tenni, mégpedig különböző fokozatokban. Ugye ez, amit mi példaként említettünk, ez a legegyszerűbb megoldás, de Pécset szerencsésen terjed a lakásmért változat is, hogy már nem is az épületbe mérjük a hőt, hanem minden lakásba külön, és ez esetben ugye ő maga az elszámolás alanya. Tehát nincs olyan panelépület, ahol, vagy akármilyen épület, ahol ezt ne lehetne megtenni. Én gondolom, hogy az, ahonnan származhat ez, hogy nem jött létre ez a dolog, az vagy a lakóközösségi döntés miatt volt, mert ugye itt az előbb volt egy mondatunk, hogy egy fontos, hogy ez a változtatás, ez az egész épületben megtörténjen. Na most, ha csak a lakóközösség lakók fele akarja, és nem történik meg, akkor nyilván ez nem jöhet létre. Illetve én is kaptam több olyan kérdést a lakóktól, hogy egyedül egy lakásban meg lehet-e csinálni. Elvileg meg lehet csinálni, azt is csak egy ilyen beavatkozás, az épület szinten nem sokat jelent, illetve egy lakás beavatkozása nem sokat jelent. A másik pedig, hogy egy ilyen beavatkozása mindig vigyázzik-e, mert lehet, hogy olyan beavatkozás történik, ami nem beláthatatlan következményei lehetnek az épület egyéb fűtési rendszerére. Lehet, hogy pont abban a lakásban, ahol esetleg csak úgy simán felszereltek termosztatikus szelepet, elromlik a fűtés. De lehet, hogy fordítva lehet, hogy a szomszédjánál okoz majd fűtési problémákat egy ilyen beavatkozás. Tehát meg kell győzni mindenki. Meg kell tervezni, le kell méretezni, és az egész épületet egységesen kell korszerűsíteni. Adódik a kérdés, és egy nézőnképp az imént tette fel, hogy a fűtés korszerűsítése lehet-e most pályázni. Ha igen, akkor hol és... Igen, én egy kicsit érintettem az előbb ezt a kérdést. Ugye itt még azt is szeretném elmondani, mert felénk is sok kérdés jön, hogy ugye közhírré tettük, hogy a Pécsi Közalapítvány, ami hát példaértékű produkciót hozott létre Pécset, mert 1998 óta 14 ezer lakás fűtés korszerűsítését itt úgy oldottuk meg, hogy ehhez a közalapítvány főtámogatóként a PÉTÁV, mert ugye a költségünkbe ebben ennek is bele kellett férni, gyakorlatilag vissza nem térítendő támogatást adott. Ez megszűnt a múlt év végén, viszont most már kiírásra került két pályázat. Ugye az egyik az Öko néven hallgató pályázat, ami a budapesti hírek alapján vált ismerté, hogy ugye a főváros is elkezdi ezeket a programokat, és most már kiírásra került, tehát pályázni lehet erre, hogy ez a pályázat kifejezetten fűtéskorszerűsítésre ad lehetőséget. A pécsi legutóbbi közgyűlés költségvetésébe építette azt a támogatási összeget, amivel ő is hozzá tud járulni ehhez a támogatáshoz. Ugye ez egy lépcsős és több lépcsős változatban történhet, tehát lehet pályázni úgy is, hogy állami támogatást és önrészt, és lehet úgy is, hogy esetleg önkormányzati és vagy állami támogatásként jelenik, illetve kéri a pályázatában a fogyasztó. A másik pedig ugye a
előbb példaként emlegetett panelszigetelési, tehát panelprogram, és ennek a kulcselleme most a legújabb szabályozás szerint az, hogy panelhőszigetelésre viszont csak akkor kerülhet sor, ha a fűtéskorszerűsítés már megtörtént. Itt sincs ok az elkeseredésre, mert akkor azzal együtt, tehát akkor fűtéskorszerűsítéssel együtt kell elkészíteni a pályázatot, és gyakorlatilag a kettő együtt történik, és ez abszolút hatékony eredményt hoz. Ha egy ilyen full extrát akar valaki, akkor ez mennyibe kerül egy átlag családnak? Hát ez nehéz kérdés, mert tehát ugye... Nagyságrendben. Mondjuk, hogyha azt mondjuk, igen, hogy egyharmad az 500 ezer forint, akkor... Tehát ez olyan másfél milliós, egymilliós beavatkozás. Ez attól függ, hogy milyen ablakcserék, milyen nyilászáró cserék, milyen mértékű hőszigetelés, milyen mértékű fűtési rendszer korszerűsítés kerül végrehajtásra. Tehát ez is egyedi költségvetés. Tehát egy másfél millió, és ebből a pályázat azért fedez egy részt, hogy ez az ön rész? Két részt tud fedezni. Maximálisan 500 ezer forint támogatást lehet a központi alapból igényelni. Hát akkor sok pénzt kell azért összegyűjteni. Igen, még hát az olyan sajnos ezek befektetést igénylő változatok mind, mert tehát annak a forrását, hogy ezek a változások egy épületben megtörténjenek, hát ahhoz az állam ennyivel tud hozzájárulni, a többit különféle bankkölcsönök, egyéb lehetőségek révén lehet elérni. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést, de javaslom, hogy nézzünk meg egy összeállítást most, amit a munkatársaink készítettek a pécsi távhőszolgáltatással kapcsolatban. A megszólalókkal Tóth Kassai Judit beszélgetett. Mi a véleménye a pétáv szolgáltatásáról? Hát többé-kevésbé meg vagyok vele elégedve. Fázni nem fáztunk az idén, inkább olyan fordult elő, hogy amikor elég meleg volt, akkor is elég erősen fűtöttek. Amikor pedig nem fűtenek annyira, akkor sem nagyon veszük észre a számlán, hogy kevesebb lenne. Milyennek találja a fűtési díjakat? Elég drágának. Az idén télen igaz, hogy volt elég hideg hónap, de előfordult, hogy ebben a háromszobás lakásban a fűtés 34 ezer forintba került. Ezt egy kicsit soknak találtam. Mi 21 ezer forintot fizetünk a 39 négyzetméteres lakásnak a melegvízért és végül is a távfűtésért. Hát van, aki egy kicsivel többel egy jóval nagyobb családi házat kifűt, tehát szerintem egy kicsit irreálisan magas, bár arról volt szó, hogy valamilyen szinten januártól azt hiszem csökkenteni fogják a fűtési díjakat, de ez sajnos nem valósult meg. Magas. A bérekhez képest magas. Felkerestük a Tekem Kft. Vezetőjét, Horváth Pétert. A Kft. Olyan fűtési költségmegosztókat fejleszt és forgalmaz, amely csökkentheti a fűtés számlát. Hát nagyon röviden erről lenne szó, hogy tulajdonképpen fűtési költségmegosztással is, amihez szorosan hozzákapcsolódik az, hogy egy radiátoronkénti szabályozással együtt, arról lehet beszélni, hogy tulajdonképpen megvalósul a radiátoronkénti egyéni szabályozás és az egyéni mérés. Tehát tulajdonképpen kialakul egy érdekeltség abban, hogy mindenki beavatkozzon a fűtési rendszerébe. Ezzel át tulajdonképpen arról beszéltünk, hogy megvalósul ténylegesen a takarékoskodás is, egy hatékony energiafelhasználás. Mennyit lehet így spórolni a lakóknak? A tapasztalat az, ha két egyforma épületet egy adott fűtési szezonban vizsgálunk, az egyikben van szabályozás és az egyéni érdekeltségeken alapuló elszámolás, azaz fűtési költségmegosztás, a másikban semmilyen beavatkozási lehetőség nincs, a két épület között mindig van egy 15-25% körüli energiafelhasználásbeli különbség, értelemszerűen ahol a beavatkozási lehetőség, illetve ahol a költségosztás van, az az épület használ föl ennyivel kevesebb energiát. Fűtési szezonban mi közel 30 ezer forintot, 28 ezer forintot fizetünk, ez ugye a minimál bér 50%-ához elég közel van, én nagyon soknak tartom ezt az összeget. Védekezni lehet, ugye lezárunk radiátorokat. A lakók szerint mindenképpen szükség lenne valamilyen megoldásra, hiszen sokan már nem tudják fizetni a magas fűtésszámlát. A következőkben a Makár Lakásszövetkezet elnökét, Komári Lászlót faggattuk a témáról, hiszen részt vesz az ökopályázatban. A pályázat a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására vonatkozik. Hogyan lehet gazdaságosabbá tenni Pécsett a fűtést? Jelen pillanatban alapvetően egy olyan feladat áll minden épület előtt, az iparosított technológiájú épületekre gondolok,
hogy a hőszigetelési munkálatokat okvetlenül el kell végezni, és a hőszigetelési munkálatokkal párhuzamosan pedig a belső fűtési rendszer egyéni szabályozhatóság mérhetőségét ki kell alakítani. Ennek mi a módja? Ennek jelen pillanatban egy országos pályázat az, ami támogatási lehetőséget ad erre. Ezen keresztül lehet kétszer egyharmados visszanemtérítendő támogatásra pályázni, tehát az egész beruházás egyharmada kell csak a lakók részéről, ami költségviselésként fölmerül. Hát ugye a pályázatoknak megvannak a kiírási feltételei, azoknak meg kell felelni, és ha nyertes a pályázat, akkor fűtéssel foglalkozó cégek részéről a kivetelezést meg lehet oldani. Menjenek a költsége? 2007-es évi költséget mondanék. 2007-ben egy fűtőtestre vetítve hozzávetőlegesen 18 ezer forint volt bruttóban. A szakemberek véleménye után most egy olyan lakót kérdezünk, aki rendelkezik költségmegosztóval, így megosztja velünk tapasztalatait. Én 7 éve lakom ilyen egyedi fűtésszabályozós lakásba, és én úgy vettem észre, mert eddig még amióta itt lakunk, minden évben kaptunk vissza X összeget, csak azt nem tudom, hogy mi alapján mérik, mert amikor a nap besüt és későn olvassák le a mérőket, meg van két olyan szoba, amit egyáltalán nem fűtök, és ott is csökken a skála, és abból is mérnek. De tudok róla, a kolléganőim például olyan lakásban laknak, hogy nekik is van, de kellett ráfizetni. De eddig én még mindig visszakaptam az összegből. Sok véleményt hallottunk. Önöknek mi a véleményük az elhangzottakról? Hát én úgy gondolom, nagyon figyeltem, hogy reálisak ezek a hozzászólások. Én végigmennék egy-két gondolaton, ha lehet. Ugye az első megkérdezett hölgy mindjárt mondta, hogy 34 ezer forint a távhőköltsége. Mindig elmondjuk azt, hogy a távhő az egy komplex szolgáltatás. Abban különbözik a gáztól, hogy ott egy tüzelőanyagot veszek. A távhőszolgáltatás esetében pedig szolgáltatást, meleget veszek. Tehát nyilvánvalóan egy sokkal összetettebb dolog. Aztán azon kívül ebbe a 34 ezer forintba nyilván a használati melegvíz, sőt a hidegvíz költsége is benne van. De ezzel én nem akarom azt mondani, hogy nem sok, mert a következő hölgy, aki nyilatkozott, szó szerint ezt mondta, hogy bérekhez képest nagyon magasak ezek a díjak, ezzel egyetértünk. Sajnos azon nem tudunk változtatni, hogy a magyarországi bérek ilyenek, és a költségek pedig az átlagos európai költségekhez közelednek. Én bízom benne, hogy Magyarországon ennek rövidesen lesz megoldása, és a bérek növekedésével a bevételekkel fognak ezek az éles helyzetek megoldódni. Egyébként én ezen a télen azért 50-60 ezres számlákat is hallottam átlagméretű panel lakásban, az azért tényleg sok. Igen, ugye erről mit beszélgettünk, hogy ez mitől lehet. Tehát egy hidegebb tél, külső hőmérséklet korábbihoz képest hidegebbre változása, egy belső hőmérséklet olyan arányú változása, amiről beszéltünk, vagy bármilyen többlet fogyasztás, hogy mondjuk az a panel éppen nem olyan korszerű, tehát nagy a hővesztesége, sok hő megy ki, természetesen. Most egy idézőjellel elintézve a végtelenségig el tudja vinni az energiaköltségeket. Képzeljük el azt a házat, aminek nincs ablaka vagy ablaküvegje. Hát a végtelen hőmennyiséget bele lehet vinni, és a végtelen lehet fizetni. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az épület hőfizikája nem csak távfűtés esetén, minden fűtés esetén rendben legyen, vagy egy elfogadható szintet tudjon, mert attól kezdve olyan költségek merülnek fel, ami kifizethetetlenné válik. Ugye itt a költség megosztó esetében valóban mi is regisztráljuk, hogy 15-25%-os megtakarítások lehetnek, csak itt a hölgy utolsó mondataiban már az is benne volt, hogy ugye nem egészen érti, hogy minden évben visszakapott, és most nem annyit kapott vissza, ha jól értettem. Tehát itt nem szabad elfeledkezni az időjárás változáshoz. Ha összemérjük 2006 decemberét és 2007 decemberét, ugye mind a kettő a következő év januárjában megjelenő számla, akkor 35 fokos külső hőmérsékleti átlag volt 2006-ban, most pedig 1,06 Celsius fok. Tehát 15% költségnövekedést okozhatott, ha ő ugyanúgy viselkedett, ugye, tehát ugyanúgy fogyasztott a lakásába, mint tavaly. Ez eleve 15% többletet okozott neki, csak annak a hónapnak az első külső
időjárás változása. Ugye mi a mennyiség, ez itt a tehem révén is, vagy mi a megoldás, bocsánat, ez itt a tehem révén is fölmerült. Én úgy gondolom, hogy ezt itt mi úgy nagyjából összefoglaltuk, tehát az a megoldás, hogy gazdálkodjunk a mennyiséggel, a szövetkezeti elnök úr nagyon helyesen mondta, úgy, hogy csináljuk meg a fűtéskorszerűsítést, csináljuk meg a hőszigetelést, ezáltal van lehetőségünk arra, hogy a mennyiségi határt a igényeink szerint állítsuk be, nekünk meg ügyesnek kell lenni városnak és Péttávnak abba, hogy az egységárak is javuljanak. A két szorzat csak eredményes lehet, tehát ez a feladat, ezt kell teljesítenünk. És akkor még egy gondolat, ugye a költségmegosztókra. A költségmegosztók az egyszerű megoldás irányában nagyon hatékony, nagyon jó eszközök. Én azt mondom, hogy hinni kell bennük. Az egész világ alkalmazza ezeket a költségmegosztókat. Tehát amire itt a nyilatkozó utalt, hogy nem tudja, hogy mi történik nyáron, amikor rásüt a nap. Tehát ezek nem problémák, ezek nem okoznak többletfogyasztásokat. Egyszerűen el kell hinni, hogy ezek szabványon alapuló ugyanolyan berendezések, mint a benzinkutnál a mérőóra. A tavalyi tél ugye nagyon enyhe volt, sokan kaptak is visszatérítést az általánydíjból, amit befizettek. Az idei azért már nem volt ennyire enyhe, jóval hidegebb volt. Mire számíthatunk? Most elég lesz-e az az összeg, amit nagyjából fizetgettek azok, akik általánydíjas? Tehát aki előleg. Igen. Egyszerű, hát ebben nagyon nehéz jósolni. Tehát ezt tényleg nehéz jósolni, itt az előbb említett 56-60 ezer forintos számlára azért szeretnék visszatérni. Tehát itt, amik elhangzottak, ezek a 34 ezer, 28 ezeres számlák, ezek azok, akik a számlai, akik úgynevezett részszámlát fizetnek, tehát kvázi előleget fizetnek a szolgáltatásért és a fűtési idényt követően számolunk el velük, és vagy visszakapnak, vagy ráfizetnek. Az 50-60 ezer forintos januári számlák, azok meg valószínű, hogy abból a 15-20%-nyi lakóközösségből adódnak, ahol havi tény felhasználás alapján számolnak el, ott pedig havonta más és más a számla. Az október meg a novemberi számlák azok alacsonyabbak voltak, valóban itt az előbb elhangzott, hogy egy fokos volt a 2007-es december, az sajnos ezeknél egy jelentősebb főfelhasználást eredményezett, és ezért a januári számlájuk ezeknek fogyasztóinknak 50-60 ezer forint is lehetett. Azért hogy a január már enyhébb volt, mint a december, de mondjuk nem volt olyan enyhe, mint a tavalyi. A februárban is voltak itt 20 fokos vagy 20 fok közeli napok is, a február végén meg márciusban is volt, amikor teljesen tavasz volt, például a mai nap is nagyon jó idő volt. Ezt majd a fűtési idény végén lehet megmondani. Nem tudhatjuk, hogy az április mit hoz, vagy akár a május is mit hoz. Voltak olyan időszakok, amikor még május 28-án is fűtöttünk. Közben jött egy kérdés, SMS-be elfutott a képernyőn. Tóth László írja, hogy 3 éve van költségmegosztón, 2 éve szigetelték a házat, 1 éve cseréltük az ablakot, de a fűtésdíja csak tovább nőtt. 61 ezer forint a nyugdíjam, 33 ezer forint a fűtés. Mitől kapcsolt a pécsi hőenergia, ha ilyen sokba kerül? Tehát mi van azokkal, akik megcsináltattak mindent, amit csak lehetett, beruháztak, és mégsem csökken? Csak az lehet, amiről beszéltünk. Tehát vagy a fűtés, most nem tudom, ugye, hogy a kérdésből nem derül ki, hogy milyen fűtéskorszerűsítése volt. Lehet, hogy ez az elemi hiba van benne, hogy pont a fűtéskorszerűsítés nem történt meg. De lehet, hogy a fogyasztásában, vagy a saját belső szabályozásában van valami olyan, amiben... Ebbe tudnak önök tanácsot adni, hát, hogyha ilyen helyzet előáll? Természetesen ezt egyfolytában tesszük. Egyfolytában fórumokat rendezünk, egyfolytában... adjuk azokat a tanácsokat, ami ugye ehhez tartozhat, és célszerű megfontolni ezeket a beavatkozásokat. Egyet célszerű megfontolni, mert ha őszintén részszámlás elszámolással, vagy részszámlákat fizet, és a fűtés idén követően számol el, ha visszatérítése volt az elmúlt években, akkor úgy nagyjából tudja, hogy körülbelül milyen mértékű a visszatérítés, akkor lehetősége van arra, hogy csökkentse az előleget. Illetve idén 2007 júniusától lehetőséget biztosítottunk arra is a lakóközösségnek, hogy 12 egyenlő havi részletbe fizessék a fűtési előleget, és akkor így a téli hónapokban is jóval alacsonyabb, vagy alacsonyabb lesz a fizetendő összeg. Nyáron nyilván a korábbihoz képest egy kicsit megnövekszik, de egyenletesebb a teher. Azt kell hozzá, hogy ugye a Péttáv 6 féle fűtésszolgáltatási szerződéses változatot kínál. Tehát akiknél ilyen probléma jelentkezik, vagy ők úgy gondolják, hogy az ő általa éltetett szerződés nem megfelelő számára, keressen bennünket, van még 5 másik változat, amiből lehet választani.
Nagyon kevés időnk van, még arról beszélünk egy kicsit, meddig tart a fűtési szezon, meddig kell még fizetni a magas számlákat. A fűtési szezon az május 15-éig tart, tehát szeptember 15-től május 15-éig. A részszámlát fizetőknek az utolsó ilyen magasabb részszámla az áprilisban megy ki. És májustól szeptemberig akkor pedig tulajdonképpen az alapdíjnak megfelelő összeget fizetik a lakók. Tehát, hogyha május 15-ig még hűvösebbre fordul az időjárás, akkor annak készenlétbe állnak, és nem kell külön kérni a fűtési helyes indítást. Helyes a készenlétben állás, de ugye szerződéses rendszereink vannak erre is. Én ezt legszívesebben úgy mondanám, hogy addig fűtünk, ameddig kell, vagy ameddig a fogyasztó igényli. Tehát, ha ő úgy érzi, hogy már nem kéri a fűtést, ezt egyedileg le tudja mondani, ha igényli a fűtést, akkor pedig amíg erre szükség van, addig az működni fog. Rendelkezésre állunk egy szóval. Köszönöm szépen az információkat, sok mindenről beszéltünk, ma reméljük, hogy még jobb hírekkel érkeznek majd legközelebb, ha folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!